Szevasztok, skacok, üff, csajok, üdvözlet mindenkit innen Grazból. Hát, mit mondjak, eléggé szar idő van, ott nagy dugó is van. Körülbelül 100 méter, ha haladtam fél óra alatt. Igen, ilyenkor lenne jó a motor, csak az a baj, hogy már itt is ilyen 3-4 fok van, meg mínusz 3 fok van. Esik is az eső, de inkább lassan hó. Ráadásul holnap reggelre ilyen 5-10 cm havat mondanak, tehát eleve kizárt lenne az, hogy ekkora távokra, éppen ezért is van az, hogy téli üzemmódban vagyunk, mert motorral már igencsak gondba meg problémába lennénk. Azt mondja, hogy felmerült egyszer a kérdés, ugye jogosítvánnyal kapcsolatban már többen is, HH is, Red Rider is, Speed is már csinált videót, hogy motorjogosítványok, kategóriák, hogy hogyan, miképp megszerezhetők, mert körülbelül valamilyen jellegű költségeket is mondtak erre. Utána néztem, bár nem teljesen biztosan 100%-os a forrás, mert ugye régen volt rá lehetőség, de úgy néztem a neten, amikor én így futólag utána néztem ennek a dolognak, hogy most is van ez a lehetőség. Tehát, hogyha úgynevezett pálya alkalmassági vizsgát, PAV vizsgát van, ami úgy ért az internet, hogy orvosi alkalmassági vizsgálat, hogyha van ilyen papírod, akkor elméletileg van rá módod és lehetőséged, hogy kapásból korlátlan a jogosítványra menjél, annak ellenére, ha nincsen semmilyen más jogosítványod. Bár hogyha B kategóriás jogosítványod sincsen, akkor ugye ez még hozzátevődik az, hogy ugye a első segélynyújtási vizsgát is akkor hozzá kell, hogy csapjad. De Isten igazából korlátlan A-t meg lehet szerezni annélkül, hogy végig menne az ember a kategóriákon, tehát hogy a A1, A2, meg hogy kivárná az időket. Mondtam, nem 100%-os az info. Akit nagyon érdekel, az utána tud kérdezni a megfelelő helyen, hivatalnál, vagy kicsit jobban bújja a internetet, mint én, és akkor úgy megtudja, hogy ezzel kapcsolatban ez a szabályozás, ami régen, több mint 20 évvel ezelőtt így létezett és volt, hogy ez mai napig esetleg van-e rá mód és lehetőség, mert hogyha van, akkor ugye így nem kevés időt, sőt, hogyha azt tesszük, némi pénzt is tud spórolni az ember, bár ezt többen is elmondták, és én is elmondom, annak ellenére nincs annak hátránya, és nem baj az, hogyha az ember úgymond a kategóriákat, tehát a lépcsőfokokon végig megy, mivel hogy akkor nem az van, hogy megszerzi a korlátlan A-t, és van esetleg lehetősége venni valami böszme nagy dög motor, és azzal törizúzza össze magát, vagy rosszabb esetben másokat is. Bár, hogyha valaki fejben ott van, akkor mondjuk ez se biztos, hogy így történne. Minden esetre van lehetőség elméletileg a korlátlan A-t megcsinálni egyből, annélkül, hogy a lépcsőket végig kéne menni, de mint mondtam, nézzetek ennek utána. Hát ennyi lett volna ennek a videónak a tartalma, meg amit láthatjátok, úgy sokat nem jutottam előrébb, de az a nagy helyzet, hogy előbb-utóbb úgyis odaérek a célemhoz, és jobb később, mint soha. Na, legyetek jók, vagy inkább rosszak, széles utat, gumifákat, kemény csücsű nőket, hideg sört, szevasztok!